Kedves hallgató! A hangos könyv elsősorban vakok és gyengéllátók számára készült, de bárki szabadon és ingyenesen hallgathatja. A felolvasást gépi úton végezzük, ezért az esetlegesen előforduló téves kiejtésért és furcsa hangsúlyozásért szíves megértését kérjük. A végrendelet Írta Forró Pál a mű elektronikus változatára a nevezd meg, így a tovább 4.0 nemzetközi kreatív commons license feltételei érvényesek. A hangos könyv a következő elektronikus változat alapján készült. Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület 2016 Országos Széchenyi Könyvtár e könyvtári szolgáltatások osztálya. ISBN 978-615-5557-83-5 online MEK 15309 Első, A tengerparti elegáns fürdőfáin reggelre plakátok virultak ki, amelyek tudomására hozták a nagyérdemű közönségnek, hogy estére a nagyszálló dísztermében varieté előadás lesz. Mr. Moretti és társulata fogja bámulatos mutatványaival szórakoztatni a hölgyeket és urakat. A hölgyek és urak, akikhez ezt a felhívást intézték, fagyos közönnyel mentek el a zöld és sárga plakátok mellett, és sokkal izgalmasabb esti programokat beszéltek meg. Egy kis tánc az Excelsior pompás jazzbendje mellett, holdvilágnál csónakázni a Tükörsima tengeren, kártya és ruletta kaszinóban mindez sokkal érdekesebbnek ígérkezett csak néhány legfiatalabb generációhoz tartozó kamasz és bakfis olvasta érdeklődéssel a műsor keretében ígért csodákat. De hát, sajnos, e korosztály lelkesedése meglehetősen plátonikus értékű. Moretti úr vendég szereplését határozottan anyagi csőd fenyegette. E napon a strandnak egyébként is olyan szenzációja volt, amely mellett minden más eltörpült. Két úriember összepofoszkodott igen kínos dolog volt. Az eset hősei és a hősnője. Mert persze hősnő is volt. A pofoszkodás egy hölgy miatt történt. A hölgy menyasszony volt, bizonyos kaposi Lilian Budapestről és a Murilló penzióban lakott. Általános vélemény szerint, ha a fürdőhelyen szépségversenyt rendeztek volna, úgy az első díj feltétlenül Lilian illette volna. Bájos gyermek Mondták róla, amikor sportnadrágban megjelent a teniszpályán, vagy pompás világos zöld trikóban végigsétált a strandon, nem hagyva kétséget termete kifogástalansága felől. A vőlegénye dr. Sándorfi Péter három nap előtt érkezett. Éppen ideje volt, mert amint Lilian nevetve mesélte, az egyedül töltött két hét alatt vagy négyen kérték meg a kezét. Nagyon nehéz egy fiatal lánynak, akinek még az a híre is van, hogy dúsgazdag, a férfiak ostroma ellen védekezni, különösen, ha őrizete mindössze egy vele egykorú és hasonlóan szép fiatal lányra, legkedvesebb barátnőjére, Gács Mártára van bízva. Sándorfi doktor bocsánatot kért, hogy nyolc nappal később érkezett, mint ígérte, de laboratóriumi kísérletei rendkívül lekötötték. A kísérletek egyébként igen biztatóan haladnak. De persze eltarthat még egy-két évig, amíg a teljes siker kibontakozik. Lilian kedvesen duzzogott. Egy kicsit féltékeny volt vőlegénye tudományos munkájára. De szívem, mondotta Péter, hiszen te buzdítottál, hogy ne hagyjam abba a laboratóriumi munkát. Igaz, de mégis nagyon hiányoztál szabad egy kicsit önzőnek is lennem. De most sürgősen kipótolunk mindent. Remélem, nem felejtettél még eltáncolni, meg úszni. Pompás kis motorcsónakot béreltem. Úgy élünk már tával, mint két király kisasszony. Péter mosolygott. Talán egy kicsit túlságosan is fényűzően. Nem. Lilian vállat vont. Egon bácsi ragaszkodik ahhoz, hogy ne takarékoskodjak. Legutóbbi levelében is azt írta, hogy ő már úgysem költ magára semmit, hát legalább én élvezzem a nagy jövedelmet. Hiszen tudod, a bácsi rendkívül gazdag. A kamatainak a felét sem költi el. És én vagyok az általános örököse. Péter könnyedén elpirult. Nem szerette, ha erről beszéltek. Egy kissé megalázónak tartotta, hogy az ő sorsa szorosan összefügg ennek az idegen úriembernek a vagyonával. Lilian tisztában volt azzal, hogy Péternek tanársegédi fizetésén kívül, amely éppen csak a legszükségesebbek fedezésére volt elegendő, semmiféle jövedelme nincsen. Nem folytat orvosi gyakorlatot, mert minden idejét tudományos kísérletei foglalják le. De hát ez igazán nem volt fontos. Lilian rendkívül szerette a komoly, értékes, rokonszembes megjelenésű tudóst. Arra gondolt, hogy a bácsi halála után az öreg, 80. évében járó Egon bácsi már nem sokáig húzhatta, férjhez megy Péterhez, aki a vagyon birtokában zavartalanul folytathatja búvárkodásait. Két gyönyörű nap következett. Kiderült, hogy Péter a célizmú, pompáskedélyű fiatalember, aki remekül teniszezik egyáltalában nem a féle elpuhult, rövidlátó szobatudós. Még a táncban is jól megállta a helyét. Lilian boldog volt. Őszintén szólva, egy kicsit drukkolt, hogy Péter félszeg lesz, ami nagyon bántotta volna hiúságát. De így örült az elismerő pillantásoknak, amelyek elégedetten állapították meg, hogy egymáshoz illő szép emberpárt reprezentálnak. Harmadnap reggel Lilian éppen egy vidám dalt dúdolva, a Neptun cukrászda felé tartott, ahol Péterrel volt találkája, mikor földbe gyökerezett lábakkal állt meg. A szökőkút közelében álló hatalmas legyező pálma mellett egy fiatal ember toppant eléje, akinek megpillantásakor elsápadt. Zoltán, hebegte, hogyan kerülsz ide? A fiú keserűen mosolygott. Ide röpültem. Utánad jöttem, a sápat arcot haragos vérhullám öntötte el. Micsoda ízléstelenség ez! Nem tilthatod meg, hogy szeresselek. Melyik szeretőddel jöttél? Vagy újakra akarsz vadászni? Téged akartalak látni. Senki más nem érdekel. Jól tudod, hogy menyasszony vagyok. Igen. És azt is tudom, hogy Sándorfi is itt van. És mégis ide mertél jönni. Aki komolyan szeret, harcolni is tud ideájáért. Lilian ideges arcot vágott. Fejezzük be ezt a kínos beszélgetést. Mit akarsz? Pénzt? Nem adhatok. Néhány száz frankkal bizonyára nem segíthetek rajtad. A férfi gúnyosan nézett végig Lilianon. Kicsit szemtelen vagy, kis húgom. Ha jól meggondoljuk, tulajdonképpen az én pénzemet költöd. Lilian ingerülten kapta fel a fejét. Már megmondtam néhányszor, hogy nem meri gyanúsítani. Ej, hagyjuk az érzékenységet. Az az igazság, hogy minden bajomnak te vagy az okal. Hogy mered ezt mondani? Talán én biztattalak, hogy vagyonokat kártyáz el és minden éjszakádat mulatókban töltsd nem te mindig angyal voltál. Remekül értetted, hogyan kell dorombolnod Egon bácsi körül, és elhitetni véle, hogy nincs nálad bűbájosabb teremtés a világon. És közben szemforgatva sopánkodtál, hogy én mennyit züllök, milyen léha vagyok. Lassanként sikerült megértetned a bácsival, hogy az egyetlen okos dolog, ha engem kitagad a vagyomból és téged tesz meg kizárólagos örökösének. Tudod, hogy mindez hazugság. Nem kellett a bácsit figyelmeztetnem. Elég figyelmeztetés volt számára az a tömérdekváltó, amelyet hitelezőit felvittek hozzá és örökös pénzt kérő leveleid. Van az öregnek elég. Nem érezte volna meg, ha kifizet pár ezer pengőt. De ha így van, ennek is te vagy az oka. Hogy mered ezt állítani? Hát kikergetett engem a kétségbeesésbe. Egon bácsi egész életében úgy képzelte, hogy te leszel a feleségem. Mikor elvégeztem az egyetemet, zsebemben a mérnöki oklevéllel nyomban meg is kértem a kezedet. Soha sem szerettelek. Hiszen már diákkorodban a legszörnyűbb életet folytattad. Ne is emlékeztess az utálatos részletekre. A feltört szekrényekre, az állokba csapott ékszerekre, a nőkkel kapcsolatos botrányokra. Diákcsíny. A jellemed ilyen. Megváltoztam volna, ha feleségül jöttél volna hozzám. Erről ne beszéljünk. Tudod, hogy mást szeretek. Az úton könnyű lépések hallatszottak. Halló, Lilian, nem győztelek várni, elét siettem. Kiáltotta már messziről Péter. Azután megpillantotta Kaposi Zoltánt és meglepetten hökkent vissza. Ön itt van? kérdezte, és csodálkozva nézett Lilianra. Én is éppen így megvoltam lepve válaszolta Lilian. Amint látom, nem túlságosan örülnek a látogatásomnak mosolygott cinikusan és fölényesen, Kaposi. Nem, erre valóban semmi okunk nincsen. Válaszolta most már izgatottan Sándorfi doktor, elvégre éppen elég kellemetlenséget okozott már a családnak különböző botrányaival. Csodálom, hogy ezért éppen ön tesz szemrehányást, akinek hálásnak kellene lennie. Hiszen ennek köszönheti, hogy az én vagyonomat ön fogja zsebre vágni. Sándorfi elpirult. Ez szemtelenség. Kiáltotta magán kívül abban a pillanatban kaposi öklével az orvos felé sújtott, aki azonban kivédte az ütést és visszavágott. Kaposinak elerett az orra vére. Lilian remegve kapaszkodott vőlegénye karjába. Kérem, menjünk, ó, ez borzasztó! Az ingerült szóváltásra és a verekedésre többen figyelmesek lettek és elképedve nézték a botrányos jelenetet. Bizonyosra vették, hogy a két férfi féltékenységből rendezett boxmérkőzést. Sándorfi doktor észbe kapott. Átvillant rajta, hogy milyen kínos lenne, ha neve egy verekedéssel kapcsolatban kerülne a lapokba. Jobbnak látta sietve visszavonulni. Kaposi fogcsikorgató düvel sziszekte. Ezt még mindketten megkeserülitek. Sándorfi doktor és Lilian sietve csomagoltak és még a délben induló vonattal elutaztak. Második fejezet. Estére mégis megtelt a nagyszálló színház terme. Nyolc óra után hatalmas vihar támadt, patakokban ömlött az eső. Nem lehetett táncolni a kerthelyiségekben és szó sem lehetett holdvilágos motorozásról. Jobb hián a Moretti előadáshoz váltottak jegyet. Kiderült, hogy nem is volt rossz társulat. Ellenkezőleg, igen csinos hölgyek libegtek, sűrű egymás utánban a színpadra, és fantasztikus kosztümökben lejtettek mondén és akrobatikus táncokat. Volt néhány mulatságos komikus, bemutattak tréfás paródiákat, tetszett néhány vakmerően ügyes artista egyensúlyozó mutatványa. Azután a műsor vége felé sor került a legnagyobb attrakcióra. Houdini a hipnotizőrök királya. Hirdette a műsor. Houdini sápat, 40 év körüli, bozontos szempillájú, fekete hajú, sötét szemű férfi volt. Császárkabátot hordott, amelyen kitüntetések csillogtak. Az ujjai túlságosan hosszúak és finomak voltak. Megjelenésében volt valami rejtélyes, hidegen parancsoló és ünnepélyes póz. Előbb rövid bevezető beszédet tartott, amelynek lényege az volt, hogy aki másokat hipnotikus ereje alatt akar tartani, annak mindenek előtt önmagát is korlátlanul alá kell tudnia rendelni akaratának. Mindjárt be is bizonyítja az igen tisztelt közönségnek, hogy pillanatok alatt hipnotikus révületbe tudja ejteni magát, amikor is érzéketlenné válik minden testi fájdalommal szemben tűvel szúrhatják a kezét, arcát, még vér sem fog folyni. E bevezetés után Hudini fénylő gombot tartott maga elé, azt néhány percig mereven nézte, azután hirtelen a mögötte álló asszisztens karjaiba hanyatlott, aki bejelentette, hogy a mester transzban van. A közönség borzadva nézte, hogyan szurkálják Hudinit hosszú tükkel és égetik cigaretta végekkel. Csak ugyan, még csak fel sem sziszent most következett a produkció második része. Houdini felébredt, mosolyogva jelentette ki, hogy kitűnően érzi magát, és egyben felkért néhány hölgyet és urat, hogy lépjenek fel a színpadra, ahol egészen ártalmatlan hipnotikus kísérleteket fog végezni velük. Csak ugyan akadtak kíváncsi vállalkozók, akik felmentek a színpadra. Houdini egyszerre tíz embert szuggerált, megmerevítette őket, úgy, hogy nem tudtak elmozdulni helyükről, azután tiszta vizet kínált egy hölgynek, és elhitette vele, hogy bort iszik, mire az illető hölgy tántorogni kezdett, és hangosan nevetett. Nagy siker volt! A közönség lelkesen tapsolt. Amikor Houdini később kopott, szürke polgári ruhájában a szálló söntése felé igyekezett, hogy egy korsó sörrel frissítse fel magát, valaki hátulról megérintette a vállát. Bocsánat, uram! egy szóra Houdini megfordult! elegáns, fiatal férfi állt előtte. Parancsoljon! szeretnék önnel négy szem beszélni! az artista előzékenyen mosolygott. Megszimatolta, hogy ezúttal nem ő fogja a vacsoráját fizetni. Az ismeretlen fiatalember végig sétált a fürdőtelepen. Az eső még mindig zuhogott. Egy lelket sem lehetett látni. Mindketten esőköpeny terítettek magukra. Hudini most úgy festett, mint azok a garabonciás diákok, akik régi rézmetszeteken széles karimájú kalapokban, felleghajtó köpönyekben lopakodnak elhagyott utcákon, falak tövében. A telepen kívül, ahol már az olasz városka szűk sikátorai kezdődtek, a fiatalember indítványára betértek az egyik kocsmába, melyben alig lézenget néhány vendég. Kertészek, úszómesterek, halászok és sofőrök lehettek. Bocsánat, hogy ilyen szerény helyre invitáltam, mosolygott a fiatalember, de súlyt helyeztem arra, hogy zavartalanul beszélgeteszünk. Az artista most már csupa fül volt. Sejtette, hogy nagy dologról lesz szó. Alaposan szemügyre vette a fiatalembert. Kitűnően szabott sötét kék ruha, arany cigarettatárca, gondosan ápolt külső. A megrökönyödött pincérrel egy üveg pesgőt hozatott. Ma este végignéztem a produkcióját, kedves Hudini, kezdte a fiatalember. Remek volt. Tulajdonképpen érthetetlen, hogy ilyen kiváló képességgel önnek még nincsen nagy vagyona. Áuram, az igazgatók csirkefogók. Kihasználják az ember szorult helyzetét. Nem lehet elérni tisztességes gázsit. A nagy pénzeket a divatos táncosnők betömik. Örülök, hogy most egyáltalában szerződésben vagyok. Ön talán impresszárió? Kérdezte óvatosan. Már sajnálta, hogy ennyire őszinte volt. Rontotta az árakat. Nem vagyok az. Mosolygott az ismeretlen. De azt eltalálta, hogy üzletről van szó. Nagyon nagyról. Olyanról, amilyenről eddig még nem is álmodhatott ha ügyes, egész életére kint lesz a vízből. Mit kell csinálnom? Kérdezte rekedten az artista. Á, tulajdonképpen nem nagy dolog az egész. Egy beteg embert kellene hipnózissal gyógyítania. Hudini bólintott. Igen, ez gyakori dolog. A kényszereszmében szenvedőket gyakran próbálják hipnózissal kezelni az idegorvosok. De nem mindegyikért hozzá. Sokszor megtörtént már, hogy igen előkelő orvosok engem hívtak, hogy helyettük én hipnotizáljam a beteget. Mi baja van az önbetegének? Rögeszméi vannak. Őszintén szólva azt hiszem, hogy már is hipnotikus befolyás alatt tartja valaki, aki különböző kellemetlen dolgokat hitetett el vele rólam. Öreg, akara emberről van szó és az ellenfelem orvos. Az artista szeme ragyogott legyen nyugodt. Még nem akadtam olyan emberre, akinek a szuggesztív ereje nagyobb lett volna, mint az enyém. A dolog mégsem egyszerű. Mert a betegnek mindenek előtt sejtenie sem szabad, hogy hipnotizálják. Azon kívül úgy tudom, hogy az ilyen hipnózisnak csak akkor van komoly hatása, ha a kapcsolat állandó, tehát ha hosszabb időn keresztül tartja befolyása alatt. Houdini elismeréssel nézett a fiatalemberre. emberre. Ön szintén ért a mesterségemhez. Az ismeretlen mosolygott. No, ezek meglehetősen köztudomású dolgok. De hogy visszatérjek a dologra, arra gondoltam, hogy öninkognitóban bekerül majd a beteg házába. Hogy tetszik ezt érteni? Már kész tervem van. Inasként szegődik hozzá. A komornyikja lesz néhány hétig. Remélem, nem nagy színész feladat ügyes inast alakítani. Különösen, ha ezért fejedelmi tiszteledíjat fizetnek. De hogyan állhatok be az illetőhöz? Ez már az én dolgom. Maga csak nyilatkozzon, vállalja elvileg a megbízást. Mit kapok érte? Észrevette, hogy túl mohú volt és gyorsan kiavította magát. Illetve előbb természetesen azt kellene tudnom, hogy mi a megbízatásom lényege. Mi a teendőm? A fiatalember vállat vont. Nem mindegy magának. Legyen nyugodt, nem kell semmiféle bűnös dologra rávennie, ellenkezőleg egy végzetes gazságot akadályozhat meg. Beszéljen uram világosabban. Az illető öreg urat nyilván az orvos arra hogy tagadja ki végrendeletéből az unokaöcsét, vagyis engem is helyette egy fiatal lányt, az orvos menyasszonyát tegye meg örökösévé. Érti már? Szóval arra kell kényszerítenem, hogy új végrendeletet készítsen az unokaöccse javára? Igen, nagy vagyonról van szó. A fiatal ember ideges lett kérem, ne tárgyaljunk részleteket. Tíz ezer lírát ajánlok fel magának, ötöt a szolgálatba lépés napján kap, ötöt az új végrendelet megírása után. Azt hiszem, nagyon csinos összeg. Húsz ezret kérek. Annyi pénzem nincsen. Majd lesz az örökség után. Váltót ad tíz ezer líráról. Fizetendő, ha már a vagyon birtokában lesz a fiatalember önkéntelenül elnevette magát. Maga nagy gazember, Hudini. És kitűnő üzletember. Hudini legyintett. Ej, de hogy? Más az én helyemben bizonyára sokkal többet kért volna. De én bohém vagyok, tetszik tudni. Harmadik fejezet Kaposi Egon rossz kedvűen olvasta a levelet, melyet éppen az imént nyújtott át Inasa egyébként sem volt valami jó napja. Már hetek óta rohamosan gyengült. Feltűnően sokat aludt, gyakran szédült és kimaradozott az emlékező tehetsége. Persze, ha az ember túl van a nyolcvánon. Drága Egon bácsi! Talán meglepi, hogy nem Lauránából írok, hanem a Lidóról. De sietve tovább kellett állnunk. Egy nappal Péter megérkezése után ugyanis váratlanul még egy látogató bukkant fel, Zoltán. Fájdalom, nem tudtam megakadályozni, hogy a két férfi találkozzon, és ennek során Zoltán súlyosan megsértette Pétert, aki tetleges elégtételt szerzett magának. A botrány után egy percig sem maradhattunk Lauránában. Drága jó bácsikám, nagyon szomorú vagyok, hogy erről is be kell számolnom, de kötelez rá az őszinteség. Végtelenül fáj, hogy Zoltán egész nyíltan engem és Pétert vádol azzal, hogy Egon bácsit elhidegítettük tőle. Isten látja a lelkemet, hogy ebben mind a ketten teljesen ártatlanok vagyunk, hiszen a bácsi tudja a legjobban, hányszor kértem, hogy bocsásson meg Zoltánnak. De hagyjuk ezt, inkább a vidámabb eseményekről szeretnék beszámolni, arról, hogy milyen napsugaras, édes napok szakadtak itt ránk. Kora délelőttől délutánig a strandon mulatunk. Kifogyhatatlan a szórakozások száma. Péterre nem lehet ráismerni, olyan jót tett neki már is a pihenés. Két hét múlva szándékozunk visszatérni Budapestre, és reméljük, hogy Egon bácsit is kitűnő egészségben fogjuk találni. Az öreg Kaposi csak most vette észre, hogy az inasa még mindig előtte áll. Mi az? Mit akarsz? kérdezte ingerülten. Öreg emberek hamar mérgesek lesznek, ha felizgatja őket valami. És ez a levél szörnyen bántotta. Lelke még mindig szerette Zoltánt, fájt neki a fiatalember züllése. Naponta törte a fejét, hogyan lehetne a fiút mégis jó útra téríteni. De ez a levél utolsó reményeit is széttépte mit várhat attól az embertől, aki képes volt unokahúga után utazni, csak azért, hogy közönséges briganti módjára megpróbálja zsarolni. És nyilvános botrányt rendezett. Újabb szégyent hozott a kaposi névre. Nem, hiú önámítás minden. Zoltánból sohasem lesz jóra való ember. Kérem, méltóságos uram, kezdte az inas, szeretném bejelenteni, hogy néhány napra haza kell utaznom. Úgy látszott, hogy ez a napcsokorba kötötte a bosszúságokat. Hogy képzeled ezt? Mordult haragosan Kaposi. Csak úgy egyszerre eszedbe jutott, hogy nyaralni mész. Feltétlenül el kell utaznom. Méltóságos úr tudja, hogy van néhány holdföldem. A körül támadt valami nagy zavar, amit csak úgy lehet elintézni, ha személyesen jelen vagyok, különben össze-vissza hazudoznak az emberek mindent, és a végén még elveszik tőlem. De hát hogyan képzeled? Várd meg, amíg hazajön az unokahúgom, Lilian kisasszony. Lehetetlen, méltóságos uram! Már holnap délután van az első tárgyalás, amelyen jelen kell lennem. Nem tudtál előbb szólni. Az utolsó pillanatban rohansz meg. Kérem, méltóságos uram, nincsen semmi baj. Már gondoskodtam helyettesről. Nagyon megbízható osztrák fiú. A katonaságnál együtt szolgáltam bele. Örmester volt. Majer Gusztávnak hívják. Az már végig szolgált egy sereg előkelő uraságot. A méltóságos úr is meg lesz vele elégedve. Hol van az az ember? A halban várja, hogy bejöhessen. Kaposi kénytelen volt mosolyogni. Hát annyi bizonyos, minden hájjal megkent gazember vagy. Hiszen ez valóságos összeesküvés. Így kitervezted? Nem mertem előbb bejelenteni elutazásomat, mielőtt nem gondoskodtam a méltóságos úr kényelméről. Nem lesz vele, kérem, semmi baj már pontosan kioktattam a házirendre. Felírtam egy cédulára. És mindössze néhány napról van szó. És ha éppen kell valami, vagy a méltóságos úr nem bízik benne, itt van Rézi néni, ő teljesen megbízható, méltóztassék neki átadni a kulcsokat. Kaposi mogorván intett. Küld be! Majer Gusztáv belépett. Szürke, kifogástalan kétcsoros zakó volt rajta arca simára borot vált, mozdulata, ahogyan meghajolt, kis szertartásos, merev. Csak színpadokon látni ilyen tökéletes inas figurákat. Kaposi határozottan rokonszembesnek találta. Kifogástalan német beszéde is tetszett neki. Fiatal korában az ulánusoknál szolgált, ott megszokta a német kommandót. Azt hiszem, kölcsönösen ki fogjuk bírni egymást néhány napig. Mondotta nála szokatlan kedélyességgel. Majer meghajolt. Boldog leszek, ha mindenben megelégedésére szolgálhatok. Néhány perccel utóbb Pista, az inas kiosont a házból és egy mellékutcába sietett, melynek sarkán már izgatottan várt a kaposi Zoltán. Sikerült. Kérdezte türelmetlenül. Igen, válaszolta kisé vonakodva Pista, de igazán nem lesz ebből kellemetlenségem, nagyságos uram. Ugyan intette le Kaposi Zoltán, már megmagyaráztam, hogy miről van szó. Századszor is megismételjem. Tudod, hogy köztem és a nagybátyám között milyen feszült viszony van. Éppen elégszer voltál bizonyos jelenetek tanúja. És azt is tudom, hogy néha már te magad is megsokaltad azt a durva hangot, ahogyan az öreg kíméletlenül rám támadt. Hány éve vagy már ott? Tizenkettő. Jól ismersz-e? Hát mond, megérdemeltem én ezt. A nagyságos úr tudja, hogy én mindig pártoltam. Kaposi nevetett. Igen, még mind diáknak teletömted a zsebemet cigarettával, kicsempésztél néhány üveg konyakot és másföldi jókat. Azt is tudom, hogy mindig szépen beszéltél rólam a nagybátyámnak. A nagyságos fiatal úr mindig gavallér volt hozzám. Sajnos, te voltál egyedül jó hozzám a nagybátyám házában. Ne csodált hát, ha a te segítségedet vettem most is igénybe hiszen tisztában vagy azzal, hogy a bácsi mennyire haragszik rám. Egészen bizonyos, hogy kitagadott az örökségéből is. Én ezen már nem tudok segíteni. Hiába teszek a akármit, rögeszméje, hogy züllött, méltatlan fickó vagyok, akit nem is enged a szeme elé. Már régen gyanítom, hogy ez nem normális állapot. Szent meggyőződésem, hogy az öreg elmebeteg és ezt a szenilitását használta ki drága kuzinom és a vőlegénye. De az ilyesmit ideje korán kell bizonyítani. Ha a bácsi meghalt, akkor már aligha fogom igazolni tudni, hogy a végrendeletét nem beszámítható állapotban készítette. Most kell beszereznem a kétségbe vonhatatlan bizonyítékokat. Az egyetlen és legtermészetesebb módja ennek, ha a nagybácsit egy kiváló elmeorvossal figyeltetem meg. De ez csak csellel lehetséges. Hiszen huzamosabb vizsgálatról van szó és a betegnek nem szabad sejtenie, hogy megfigyelik, különben ravasz és óvatos lesz. Ezért kértelek meg, hogy engedd át az állásodat néhány napra Mayer elmeorvos úrnak az életemet mented meg ezzel a kis szívességgel, amelyért nem csak ezt a pár száz pengőt adom, hanem ha sikerül a kellő bizonyítékok birtokába jutnom, vagy ha a bácsi megváltoztatja végrendeletét, úgy még utólag háromszor ennyit fizetek. Kinyitotta pénztárcáját, és néhány bankjegyet nyújtott át. Remélem, bőven elég ahhoz, hogy néhány napot kellemesen elszórakozza falutban. Negyedik fejezet Csodálatos dolog! Az a természetes bizalmatlanság, amellyel különösen az idősebb emberek szoktak környezetük új tagjaival szemben viselkedni, szinte már az első órákban érthetetlen rokon szembé változott kaposi egomban. Az új inassima és zajtalan lépésekkel ment végig a termeken, éles szeme mindent észrevett, a parancsokat bámulatos ügyességgel hajtotta végre és figyelmessége meglepte, sőt elbájolta az aggastyánt. Nem tolakodó és kellemetlen szószátjárkodással buzgókodott, mint ahogyan a félművelt ápolónők teszik, akik reggeltől estig fecsegnek, hanem valami fölényes és diszkrét intelligenciával. Kaposi arra kezdett gondolni, hogy jó volna majárt végleg megtartani maga mellett. Már szolgálatba állásának második napján célozgatni kezdett erre. Megkérdezte, nem volna-e kedve Budapesten maradni. Majer sajnálkozva jelentette ki, hogy ez teljesen lehetetlen. A jövő hó közepe táján feltétlenül Bécsben kell lennie, ahol már várják. Kaposi maga sem értette, hogyan lehetséges az, de valami furcsa fizikai jóérzés fogta el mindig Majer közelében. Különösen reggel, mikor felkelés előtt megmasszírozta. Magában gyógyító erő van. Mondta mosolyogva. Ó, semmi tiltakozott szerényen Majer. Tanultam gyógymasszást, és ez a magyarázata mindennek. Kaposit erősen kínoszta az asztma. Sokat köhögött, és egy-egy roham után kimerülten simogatta homlokát. Majer ezt is észrevette. Tudta, hogy itt van a kellő pillanat, melyre felkészültem várt. Kaposi Zoltán régen átadta a közjegyző és ügyvéd címét. Engedje meg, uram, hogy megmasszírozzam a homlokát. Feltétlenül elmúlik a fejfájása. Délután négy óra lehetett. Kettőjükön kívül senki sem volt a szobában. Kaposi, mint minden beteg, örült, hogy foglalkoznak vele. Próbálja meg. Mondotta beleegyezően. Majer gyengéden tenyerébe fogta Kaposi fejét. Két hüvelykújjával gyengéden vonalakat vont a halánték táján és a szemhéjak felett. Hunja le méltóságos uram a szemét és vegyen mély lélegzetet. A fájás egyre gyengébb lesz, könnyű és kellemes álmosságot érez, alszik, egyre mélyebben alszik. Kaposi mély hipnotikus álomba dermedve, mozdulatlanul ült a karosszékben. Mayer egészen közel hajolt a füléhez és olyan halkan, hogy szinte lehelni látszott a szavakat, de kemény és parancsoló hangsúlyozással súgta. Azonnal felveszi a telefont. Ide hívatja sürgősen doktor Térei közjegyzőt és az ügyvédjét. Közli velük, hogy új végrendeletet készít. Általános örököse az unokaöccse, Kaposi Zoltán. A végrendeletbe beleveszi, hogy minden eddig írott végakarata érvénytelenné vált. A végrendeletet átadja a közjegyzőnek megőrzés véget, és azután mindent elfelejt. Még néhány pillanatig az alvó homlokán tartotta kezét, azután rászólt. Most felébred, teljesen jól érzi magát, végrehajtja parancsaimat. Utána mindent végképpen elfelejt. Kaposi kinyitotta szemét kissé kábultan nézett körül. Nagyszerűen érzem magamat, mondta elégedetten. Hirtelen nyugtalan lett, körülnézett, szeme a telefonra tapadt. Majer mozdulatlanul állt mögötte, élesen nézte kaposit. Telefonálni óhajt? Kérdezte. Igen. Villant fel az aggastyán szeme. Térei közjegyzőnek és kézai ügyvédnek. Majer fellapozta a telefonkönyvet és már tárcsázott is. Két órával később térei felolvasta Kaposinak újonnan fogalmazott végrendeletét. Ez az ön végrendelete. Elismeri tehát, hogy testi és lelki erőinek birtokában az én és kézai ügyvéd úr jelenlétében Kaposi Zoltán tette meg általános örökösévé. Igen, Különös, kaposinak úgy tűnt fel, mintha majer, aki szoborszerű mozdulatlansággal és szinte láthatatlanul állt a háttérben, helyezlést bólintott volna. A két úr felállt és kezét nyújtotta kaposinak. Akkor hát rendben vagyunk. A végrendeletet magamhoz veszem és megőrzöm. Néhány perccel a közjegyző és az ügyvéd távozása után rézi, a gazda lépett a szobába. Fúj, mondta méltatlankodva, az urak ugyancsak teli füstölték a szobát. Kaposi csodálkozva nézett rá. Miféle urak? Itt nem volt senki. Rézi meghökkenve nézett gazdájára. De nem mert ellenkezni. Ha az öreg méltóságos le akarja tagadni, hogy itt volt a közjegyző meg az ügyvéd, akkor neki nem lehet vitatkozni. Csak úgy magában mormogott. No de ilyet! Jó lenne Kádár orvos urat elhívatni. Az öreg úr elme állapota fölötté baggasztó. Ötödik fejezet Lilian nagyszerű hangulatban tért haza vőlegényével a Lidóról. Hudini már régen elutazott, a régi megszokott rend uralkodott. A nagybácsi látható örömmel fogadta mindkettőjüket. Élénken érdeklődött minden apró részlet iránt. Látszott, hogy kedvencei boldogságán keresztül éli ki a saját örömét. Csak a lovranai kaland bosszantotta még mindig. Sóhajtva emlegette, hogy kevés emberben csalódott még annyira, mint Zoltánban. Noha testi állapota állandó komoly aggodalomra adott okot, az öreg úr szelleme szokatlanul friss maradt. Örökké tervezgetett, látszott, hogy valami nagy meglepetésen töri a fejét. Egy napon azután előállt a késztervel. Lilian szokása szerint látogatóba jött, és a bácsi mellé telepedett, aki mosolyogva simogatta meg aranyszőke fejét. Hát mond csak, Lilian kérdezte, nagyon szeretett Pétert. Lilian meglepetten nézett nagybátyjára. Egy kicsit el is pirult. Hogyan jutott eszébe, hogy ezt éppen most kérdezze? De a kérdés olyan egyenes és határozott volt, hogy nem lehetett előle kitérni. Igen, végtelenül szeretem, hiszen olyan aranyos, kitűnő ember. A bácsi bólintott. És persze szeretnéd, ha mielőbb meglenne az esküvőtök. Ó, vágott közé feltűnően gyorsan Lilian, mint aki a zavarát akarja leplezni, igazán fiatalok vagyunk, mind a ketten, még várhatunk. Az a fő, hogy így is láthatjuk egymást minden nap. Kaposi fejét csóválta. Nem vagy egészen őszinte. Azért mégis csak jobban szeretnéd, ha hamarosan férjhez mennél. Hát ide figyelj! Nem akarok tovább az utatokba állni. De drága Egon bácsi! Hallgass! Ne szólj közbe! Tudom, hogy szeretsz, de valószínű, hogy a vőlegényedet mégis jobban szereted. Azt is tudom, hogy a házasság megkötését halálom utára tervezitek, hogy Péter a hozományból berendezhesse saját laboratóriumát és folytathassa tanulmányait. Hát én meggondoltam magamat. Eladom a Király utcai házat és a befolyó összeget azonnal átadom nektek. No vigyázz, kis bolond! Még megfojtasz! Ne csókolj már annyit, nem marad Péternek. Gondolkoztam a dolgon, jobb lesz így. Miért várjátok tititokban a halálomat? Inkább éljünk még néhány évig teljes egyetértésben. Persze egy-két hétig még eltart, amíg a házeladást lebonyolítjuk, ám bár elég ügyes ügynököt bíztam meg. Lilian szeme könnyes lett a határtalan boldogságtól. Valósággal repült, hogy megvigye a jó hírt. A sors azonban gyakran tartogat kegyetlen meglepetéseket. Két nappal a Liliannak adott ígérete után kaposi egon váratlanul szívgyengeségi rohamot kapott, és szinte percek alatt meghalt. Mire a telefonon értesített Lilian és Sándorfi doktor megérkezett, már halott volt. Harmadnapra Lilian meghívást kapott doktor Térei közjegyző irodájába. Lilian mély gyászba öltözve sietett a kitűzött időben téreihez. Sejtette, hogy a nagybácsi végrendeletét fogják felbontani. Amikor a közjegyző termébe belépett, kellemetlen meglepetéssel pillantotta meg Kaposi Zoltánt. Unoka fivére szintén sötét ruhában, komor arccal ült egy karosszékben. Amikor Lilian megjelent az ajtóban, felállt, eléje sietett és kezét nyújtotta. Bocsáss meg, ebben a komor pillanatban úgy érzem, nem szabad egymásra haragudnunk. Bevallom, végtelenül csodálkozom, hogy engem is meghívtak, talán csak formaságból idéztek be, hogy hivatalosan is közöljék velem azt, amit úgy is tudok, hogy a bácsi mindenből kitagadott. A közjegyzőnek kötelessége mindenkit megidézni, aki a végrendeletben meg van nevezve, tehát azokat is, akikkel szemben jogfosztás történt. Nézd, Zoltán, válaszolta Lilian, számomra mindenképpen kínos ez a helyzet. Ami történt, abban teljesen ártatlan vagyok. Viszont nem akarom, hogy örök életedre gyűlölj, és szívesen segítek rajtad. A vagyon, amit örökölök, ugyan nem egyedül az enyém már, hiszen annak kezelésébe jövendőbeli férjemnek is beleszólása van, de azért hajlandó vagyok neked nagyobb összeget juttatni, ha gyökeresen megváltoztatod eddigi életmódodat. Úgy gondolom, hogy nem egyszerre fizetném ki azt a, mondjuk 20 ezer pengőt, hanem havi részletekben, nehogy egyetlen éjszaka elkártyázd az egészet. Kivételt csak abban az esetben tennék, ha komoly vállalkozásba kezdenél. Ez esetben szívesen támogatnálak nagyobb összeggel is. Zoltán úgy tett, mint aki nagyon megvan hatva. Angyal vagy Lilian. A pénznél is jobban örülök annak, hogy úgy látszik, mégsem gyűlölsz annyira, mint ahogyan gondoltam. A kárpitozott ajtó kinyílt, a közjegyző udvariasan üdvözölte a megjelenteket. Parancsoljanak belépni. Lilian és Kaposi Némán engedelmeskedett. A levegőben szívszorító izgalom feszült. A nagy eseményeket megelőző titokzatos tikkatság, amely elnehezíti lélegzetünket és elzsibbasztja nyelvünket. A közjegyző is ünnepélyes mozdulattal ült íróasztala elé, amelyen már különböző iratok feküdtek előkészítve. Mellette némán szolgálatra készen állt a helyettese kérem a megjelent feleket, kezdte a közjegyző, mindenek előtt szíveskedjenek személyazonosságukat igazolni. Kértem, hogy hozzák magukkal születési bizonyítványukat. Szabad kérnem. Úgy köszönöm, rendben van. Méltóztassanak helyet foglalni. Fel fogom olvasni a folyó hó hatodikán itt, Budapesten elhunyt kaposi Egon háztulajdonos végrendeletét. Feltörte a pecséteket. Lilian is, Kapos is, mintha egy fokkal sápadtabb lett volna. Azután a közjegyző olvasni kezdte a végrendeletet. Lilian azt hitte, hogy nem jól hal. Rémülten gondolt arra, hogy talán megzavarodott. Nem értem, kérem, hebegte, hogyan tetszett mondani az általános örökös. Kaposi Zoltánt az örökhagyó világosan kijelentette, hogy minden előző végrendelete érvényét veszti. Lilian fülezúgott, félt, hogy elveszti az eszméletét. Hogyan dadogta magán kívül, kitagadtak? Semmit sem örököltem. Sajnos, kisasszony, ezen nem lehet változtatni. Kaposi Zoltán úr az egyedüli örökös. De hiszen ez őrület, képtelenség. Jajdult fel a szerencsétlen lány. Még halála előtt egy nappal a legnagyobb szeretettel beszélgetett velem. Tanulm van, hogy egy ügynököt sürgősen megbízott egyik háza eladásával, kizárólag azért, hogy a befolyó vételárat nekem adja. A közjegyző vállát vonta. Lehetséges, de törvényeink értelmében a szóbeli kijelentések hatálytalanok az írott végrendelettel szemben. Közjegyző úr, higgyen nekem, itt valami gazság, elképesztő csalás történt. Bocsánat, kisasszony, a végrendeletet én készítettem, annak szabályosságához semmi kétség nem fér. Lilian szinte őrjöngve fordult Kaposihoz. De hát beszélj, mondd meg te is, hiszen tudod, hogy ez nem lehet. Ha a becsületnek csak egy szikrája ég benned, jelentsd ki, hogy valami tévedésről van szó. Kaposi, aki eddig némán, összeszorított kézzel állt, mint aki nagy benső háborgását akarja leküzdeni, gyengéden lépett Lilianhoz. Sajnálom, Lilian, hogy ennyire felizgatod magad. Bevallom, a végrendelet csak ugyan meglep, mert a bácsi az utóbbi időben látszólag csak ugyan haragudott rám. Viszont mindig hangsúlyoztam, hogy nem érdemlem meg ellenszembét. Lehet, hogy az utolsó pillanatban belátta ezt és jóvá tette, amit ellenem vétett. De hiszen akkor sem kellett volna engem egészen kitagadnia. Éppen az imént mondtad, hogy a bácsi megbízást adott egyik háza eladására, és annak vételárát neked szánta. Úgy látszik, hogy még az életében akarta kiadni az örökrészedet, és ebben csak váratlan halála akadályozta meg. A közjegyző helyezlően bólintott. Ez most már napnál világosabb. Persze. Az ilyesmi, sajnos, sokkal gyakrabban fordul elő, mint gondolni méltóztatna. Lilian határtalan kétségbeeséssel, teljesen megzavarodva, egyre csak a kezét tördelte, mi lesz velem. Mi lesz velem? Kaposi a közjegyző felé fordult. Közjegyző úr mondotta nagyképű ünnepélyességgel: Azt akarom, hogy öntanúja legyen annak, amit most mondok. Ezzel is bizonyítani akarom kijelentésem kötelező voltát. E pillanatban egyedül Lilian kisasszonytól függ, hogy velem egyenrangú örököse akar-e lenni a kaposi vagyonnak. Én ezennel ismét megkérem a kezét. Lilian haragosan kapta felkönytő lázott, izgalomtól kipirult arcát. Nyomorult képmutató. Jól tudod, hogy halálosan szeretem bőlegényemet, hogy soha nem mennék máshoz feleségül, még ha a világ minden pénzét nekem ajánlanák is. Veszélytelenül játszhatja meg a nagy lelkűt. Ismétlem, az ajánlatom komoly. Jól tudod, hogy szeretlek. Én pedig gyűlöllek. Nem tudom, hogyan csináltad, de remekül dolgoztál, annyi bizonyos hiába alakoskodsz, hiába állsz itt ártatlan arccal, kétségtelen, hogy a kezed benne van ebben a gazságban. De jól vigyáz. Mától kezdve halálos ellenséged vagyok és nem nyugszom addig, amíg meg nem kapod méltó jutalmadat. Még nem győztél le teljesen, Kaposi Zoltán. Találkozni fogunk, de akkor jaj neked! Kaposi hideg méltósággal fordult ismét a közjegyző felé hallotta, közjegyző úr, mivel válaszoltak becsületes ajánlatomra. A legdurvább sértéseket és fenyegetést kell elszenvednem viszonzásul, amiért szívemet és pénzemet ajánlottam fel. Tekintetbe veszem Lilian feldult lelki állapotát, és nem kérek a bíróság előtt elégtételt a becsület sértésért. De viszont angyal sem vagyok. Ha Liliannak csak ennyi mondani valója van számomra, úgy természetesen nekem sem lehet hozzá semmiféle formában tovább közöm. Utaink örökre elváltak. Meghajolt a közjegyző felé, hideg fejbicentéssel búcsúzott Liliamól és elsietett. Néhány pillanattal utóbb a minden ízében remegő, könnyektől fuldokló boldogtalan lány is távozott. Hatodik fejezet Képtelen volt gyalog menni a lábai remektek, attól félt, hogy minden pillanatban elágyulhat. A taxiban sem tudott megnyugodni. Nem érte felésszel, hogy mi történhetett, micsoda ember feletti agyafúrt gazságnak esett áldozatul. A szobájába éppen csak hogy betámolygott. Szemegépiesen az órára esett. Délelőtt 12. Két órakor találkozója van Sándorfi Péterrel. De ez a találkozás már nem történhetik meg. Soha többé nem fogják egymást láthatni. Lilian ismerte vőlegényét. Tudta, hogy mennyire jellemes, korrekt úr. Ha megmondja neki, hogy mi történt, szemrebben és nélkül tudomásul veszi a szörnyű csapást, és tovább is szavának áll feleségül veszi. De akkor mi lesz a karrierjével? Nem folytathatja tovább tudományos kísérleteit, Kénytelen volna megkezdeni az orvosi gyakorlatot. Lázasan dolgozott az agya. Mintha már nem is róla lenne szó, hanem egy idegenről, ködökön keresztül nézte önmagát, és már ült is az íróasztalánál, és írta a szörnyű levelet. Imádottam! Hihetetlen, megfoghatatlan csapás ért bennünket! Kérlek, menj fel térei közjegyzőhöz és győződj meg a lehetetlenről, Egon bácsi kegyetlen, két színű játékot űzött velünk. Minden vagyonát Zoltára hagyta. Egy fillért sem örököltem. Most kénytelen vagyok ennek következményeit levonni. Nem akarom igénybe venni nagy lelkűségedet, nem akarom azt sem, hogy szerelmünk miatt derékba törjön a karriered tisztában vagyok azzal, hogy mit jelent ez a tudományos világban, nincs az az önzés, amely feljogosítana, hogy elhurcoljalak lombikjaid mellől. De legyünk őszinték. Te nem is születtél arra, hogy mind gyakorló orvos keresd a kenyeredet. Életivatásod kizárólag a laboratóriumhoz köt, ott van az igazi világod, csak ott bontakozhatik ki jövőd ha ezt a helyet elhagyod, örökké elégedetlen lennél, keserűen emlékeztetnélek állandóan arra a szörnyű áldozatra, amelyet miattam hoztál és amelynek még értelmesem lenne, mert hiszen mint kezdő gyakorló orvos, a legszűkösebb kenyeret sem tudnád megkeresni. Mindezek alapján beláttam, hogy az egyetlen helyes dolog, ha eltűnök életedből. Igyekezni fogok erősnek lenni, hogy elbírjam a kimondhatatlan fájdalmat, amelyet számomra ez a vállás jelent. Vérem minden cseppjével imádlak, ezt jól tudod és természetesen szeretni foglak változatlanul. Még nem tudom, hogy mihez fogok kezdeni. Túlságosan kábult vagyok. Pénzem néhány hónapi gondtalan megélhetést biztosít. És azon túl bízom, hogy majd csak lesz valahogyan. Abban a pillanatban, ha sorsomban kedvező változás áll be, nyomban jelentkezem. Ugye, nem haragszol és megérted, hogy amit tettem, az a legnagyobb szerelem és legnagyobb áldozat. Millió csókom, minden érzésem, szívem minden dobbanása a Tiéd. Hónapok múltak el. Lilian harmadik hete tartózkodott Párizsban, ahová Berlinből érkezett letörten, kiábrándultan egyre kevesebb reménységgel. Egy kis harmadrangú szálloda manzárt szobájában számolgatta nagyon megfogyatkozott pénzét, amely még legfeljebb néhány napra volt elegendő. Belátta, hogy döntő rohamra kell indulnia. Eddig mindig húzta halasztotta a dolog megvalósítását, valami csodában reménykedett, amely megkiméli attól, hogy valóra váltsa kétségbe esett és vakmerő tervét. De nem történt csoda és a kopogtató nyomor most már tettet követelt még mikor első kétségbeesésében sietve összecsomagolt Pesten és Bécsbe utazott, útközben átvillant a fején, miből fog élni. Mire Bécsbe érkezett, már teljesen kialakult a terve, hivatásos táncos nő lesz. Mindig remekül táncolt, sokszor szerepelt előkelő társaságok műkedvelő mulatságain, miért ne próbálná pénzre váltani ezt a tehetségét. Bécsben szerény penziót bérelt és felkeresett egy jó hírű mestert, aki színpadi táncok oktatásában jeleskedett. Hihetetlen szorgalommal vetette magát a tanulásra, azzal a dacos és halálos elszántsággal, amelynek már nem is a tanulás a legfőbb célja, hanem a felejtés. Jó volt agyon fárasztani magát, reggeltől estig gyakorolni, mert legalább nem tudott gondolkozni, belekábult az ongora folytonos kalimbálásába, az ezerszer végzett, egyforma mozdulatokba. Amikor véget ért a kurzus, szerződést kellett volna keresnie. De a lelke mélyén rettegett ettől. Nem tudott megbarátkozni a gondolattal, hogy csak ugyan fellépjen valamelyik mulató parketjén. Még ha színpadon szerepelhetne valamelyik előkelő varietében. De erről szó sem lehetett. Ehhez még túlságosan keveset tudott. Istenem, milyen káprázatos technikájú, szédítően szép amerikai táncosnők árasztják el ajánlataikkal az ügynökségeket. Reménytelen dolog ezekkel versenyezni. És Bécs túlságosan közel van Budapesthez könnyen találkozhatna valamelyik régi, társaságbeli ismerősével. És ennek puszta gondolatára is elsápadt. Néhány nappal utóbb Berlinbe utazott. Berlinben megbízást adott egy ügynöknek, hogy szerezzen számára szerződést. A nyomorult ember olyan megszégyenítő ajánlatokat tett, hogy Lilian felháborodva hagyta faképnél. A leghírhettebb mulatókban kínált szerződéseket, Melyeknél nem annyira a tántudomány lett volna a fontos, mint inkább Lilian szépsége. Rémülten csomagolt megint, és Párizsba utazott. Arra gondolt, hogy megpróbál bejutni valamelyik jó nevű táncsoportba. Párizsban, akár csak Londonban, vagy New Yorkban az összetanult görcsoportokat igen jól fizetik, a revűszínházak valósággal versenyeznek értük és gyakran szerepelnek filmen is. Ez felelt volna meg legjobban Liliannak. A görcsoportban elvész az egyéniség, szürkén és névtelenül élhet akár esztendőkig. Egy Bonasziő nevű artista ügynököt ajánlottak neki még Berlinben. Elhatározta, hogy sürgősen felkeresi. Amikor belépett az ügynökség irodájának hatalmas várótermébe, szédítő hangzavar fogadta. Az ügynökség panzióval és bárral volt kapcsolatos a világ minden részéről összesereglett férfiak és nők ültek az asztalok mellett és folytatták vég nélküli vitáikat. Volt közöttük néger, kínai, japán, félvér, birkózó bajnokok és kígyó emberek, légtornászok, akrobata táncosok, egyensúlyozó bűvészek. Egy fantasztikus emberraktár, amely minden igazgatói kívánságot azonnal ki tud elégíteni. Lilian szíve elszorult. Mit remélhet ebben a társaságban, amelynek minden tagja ezerszer rafináltabb és tapasztaltabb, mint ő, mi az ő szerint tudománya ezekéhez képest, akik méteres plakátokat, képeslapokat és fényképeket mutogatnak egymásnak, amelyeken valamelyik híres produkciójuk van megörökítve. Lilian sírni tudott volna. Megint érezte vállalkozásának reménytelenségét. Micsoda porszem ő ezekhez képest legszívesebben visszafordult volna. Nem is tudta, miért ül le és szorongatja a kezébe nyomott sorszámot. Terez kisasszony. Ezen a néven jelentette be magát Lilian. És most ezt kiáltotta egy szolga, aki az igazgatói szobából jött ki. Megrezzent, néhány kézmozdulattal rendbe hozta magát, és már indult befelé. Bonaszíő úr pontosan olyan volt, mint egy amerikai milliómos. Óriási íróasztal mellett ült, mellette egy titkár állt. Néhány öblös karosszék törpeszkedett a szoba másik felében. Az egyikben elegáns, kissé őszülő férfi ült és egykedvűen eregette a vastag szivarfelhőket. Előtte konyakos üveg. Mademoiselle Teres. kérdezte Bonaszíjő és pápa szemét homlokáról az orrára tolta. Táncos nő. Forduljon meg, kérem. Tegyen néhány lépést. Úgy köszönöm. Mit óhajt? Szeretnék valamelyik göröcsoportba lépni. Bonaszi ő szánakozón mosolygott. Honnan jött, kisasszony? Hogyan képzelte ezt? Tudja, hányan vannak már előjegyezve. Ez teljes képtelenség. Volt ön Mártán csoport tagja. Még nem. Hol volt egyáltalában szerződésben? Még sehol. Bonaszi elhárító mozdulatot tett. Kedves kisasszony, kár az időt töltenünk. Nincs módomban önnek állást szerezni. Az én ügynökségem nem foglalkozik kezdők elhelyezésével. Tőlem már bevált attrakciókat kérnek. Lilian nem bírt tovább uralkodni magán. Megtelt a mérleg. Kétségbe esett sírás csuklott ki belőle. Bonaszíjő ideges lett. Nagyon sajnálom, de kérem, hagyjuk az érzelmeket. Ez a halálos ítéletem volt, Bonaszíjő úr. Ó, ugyan! Egy ilyen szép fiatal hölgy hogyan mondhat ilyen szörnyűséget? Próbáljon előbb egy kis igényű mulatóban fellépni, és ha már lesz gyakorlata, jelentkezzen ismét nálam. Nem fogok jelentkezni, uram. Én már sehol sem jelentkezem. Megfordult, és lassú léptekkel az ajtó felé indult. Megálljon, kisasszony, szabad egy pillanatra. A szivarozó úr ugrott fel a karosszékéből. Lilian meglepettem fordult vissza. Ne menjen, kisasszony. Szerződtetni fogom. Mösiő Bonaszíő, én csak abban az esetben vállalom az olimpiában a szerződésemet, ha ezt a hölgyet is szerződtetik. De Mösiő Hudini! dadokta elképedve Bonaszíő, ez teljesen lehetetlen! És mégis meg fogja tenni! Kedves kisasszony, hagyja itt a címét, és menjen nyugodtan haza! Még ma estig értesítést fog kapni! Lilian szeme felragyogott. Köszönöm, uram! És boldog mosolyjal suhant ki a szobából. Abban a pillanatban, mikor bezárult mögötte az ajtó, Hudini hevesen támadt Bonassi jőre. Mondja, nincs magának szeme. Nem vette észre, milyen végtelenül vonzó ennek a lánynak a megjelenése. Dilettáns. Szerencsétlen hiszen éppen előkelő, úri megjelenésében, sugárzóan tisztalányságában van a szenzáció. A mi világunkban mindig az egzotikumot méltányolják, és erről a lányról első pillantásra megállapítható, hogy előkelő, társaságbeli hölgy. Hirdessük, mint grófnőt. Közöljék a kommunikék, hogy valamelyik uralkodó ház rokona. Nincs könnyebb, mint egy ilyen hírt elhelyezni. Mondotta Bonassi ő, mond valamit. Esetleg megpróbálhatjuk. Szóval, zárta le a vitát, Houdini, értesítem a kisasszonyt, hogy holnap délben jelentkezhet az Olimpia igazgatójánál. Ön addig majd elintézi a szerződés feltételeit. Bonassi ő gyanakodva nézett végig, Hudinin. Mondja, Houdini, de egészen őszintén, nem lett maga szerelmes ebbe a lányba. De kérem, most láttam először. Csak hogy éppen maga mondta, hogy ez a lány már az első pillanatra különös hatással van az emberre. Vigyázzon! Ne nézze meg túlságosan, ha majd együtt szerepelnek. Az ilyen negyvenesben járó férfi, mint maga, nagyon könnyen elveszti a fejét. És az artista pályán ez mindig veszedelmes. Ismét hónapok múltak. A londoni trokadéro emelet magas plakátjai és fényreklámjai március három hónapja hirdették Houdinit, a hipnotizőrök királyát. E pillanatban a legnagyobb sztárgázit kapta és bahíó hajdani olasz impresszáriója, szájtátva olvasta rómában az angol artista lapok fantasztikus tudósításait Houdini sikeréről és óriási fizetéséről. Nem értem, mesélte ismerőseinek, mit történhetett Houdinival hiszen remek artista volt mindig, de ameddig nem jutott ahhoz a titokzatos örökséghez, amely egyszerre jó módú gentlemanné tette, senki sem sejtette, hogy micsoda új színeket rejteget a tehetsége. Párizsban már mint hódítóan elegáns és gazdag világfitűnt föl, aki fölényes és szemtelen hangon tárgyalt az igazgatókkal. A színpadon észbontó frakban jelent meg, lakájuk kíséretében. Remek ötlet! Megjátsza a milliómos férfi démont. És a színpad díszlete is segíti ezt a szélhámosságot. Pazar mulató, az asztalok mellett szebbnél szebb hölgyek a gyémántok szikrázásában. És Hudini úr egyszerre belép. Minden szem rátapad és a mágikus szemű hipnotizőr pillanatok alatt úrrá lesz minden nő szívén. Azután a nézőtérről invitálja fel a hölgyeket és urakat és őket igázza le bűvös szempillantásaival. Karrierjét annak köszönhette, hogy a színpadra hívott hölgyek közül az egyik egészen komolyan és műsoron kívül is belé szeretett, amiből óriási botrány támadt. A világ valamennyi újságja foglalkozott a példátlan esettel. Mondják, hogy az egész csak ravaszul megrendezett blöf volt de Houdini világhíre meg lett alapozva. Mondhatom, ilyen karriert még egyetlen artistám sem csinált. Szinyor Bahió-nak mindenben tökéletesen igaza volt, csak abban tévedett, hogy a fantasztikus sikerek alapján Hudinit boldognak vélte. Mert ennek éppen az ellenkezője volt igaz a trokadéró legszerényebb kulisszatologatója is tudta, hogy a mester gyógyíthatatlanul és boldogtalanul szerelmes a kis Bella Terezbe, a mondén táncosnőbe, akit még Párizsból hozott magával és akit csak a nagy mester kedvéért szerződtetett a mulató, a féle műsor elején lepergő színfoltnak. Labella Terez nem volt jobb és nem volt rosszabb, mint a világ minden mulató helyén feltalálható átlagos táncosnők, legfeljebb a ruhája volt feltűnően ízléses és a megjelenésében volt valami szokatlanul diszkrét báj. Lehet, hogy éppen ez bolondította meg az öregedő artistát. Mintha egy elrontott élet minden mulasztását ezzel a szerelemmel akarta volna kárpótolni. Ez volt élete utolsó nagy fellobogása, és ez a szenvedély annál veszélyesebb volt, mert Hudini tudta, hogy ezután már nem következhet semmi. Most is ott állt a kulisszák mögött és remegve, lámpalázasan nézte Tereszt. Szemében imádat és elragadtatás égett, egész lelkével a lányhoz tapadt. Az ő száma csak két órával későbben következett, de ott volt már az előadás kezdetén. Egyetlen este sem mulasztotta el, hogy végig ne nézze a már százszor látott produkciót, melyben egyedül ő tudott csak mindig új szépséget felfedezni. Amikor Teresz kilibbent a színpadról, Houdini, mint mindig, megint a legőszintébb elragadtatással szorította meg a kezét. Gratulálok, csodálatos voltál! És már vitte is az öltözőbe, ahol friss virágok, hűsítő italok, cukorkák várták Tereszt. Milyen jó vagy hozzám, mosolygott Terez. Tulajdonképpen meg sem érdemlem. De hiszen csak tőled függ, egyetlen szavattól, hogy én legyek a világ legboldogabb embere. Jajdult fel Hudini. Hiszen tudod, hogy minden vágyam és imádságom, hogy feleségül vegyelek. Terez arca elborult. Már megint örökké ez a céltalan és gyötrelmes ostrom. Hányszor mondtam, hogy ez lehetetlen? a legjobb pajtásod vagyok, de sohasem lehetek a feleséged. Mert öreg vagyok. Kiáltotta fájdalmasan Hudini. Nem, hanem mert mást szeretek. Micsoda őrület ez? Mást szeretsz, akit sohasem látsz, aki képes tőled távol élni. Nagyon fáj, hogy így beszélsz, Luigi. Ha így folytatod, előbb-utóbb mégis lehetetlenné teszed az együttmaradásunkat. Tudom, hogy mindent neked köszönhetek. Nélkület sohasem tudtam volna Londonban szerződni, és nem csak azért vagyok hálás, hanem a gyengétségedért, amelyel körülveszel. Hudini keserű fintort vágott. Hagyjuk ezt. Néha úgy érzem, hogy nem is az udvarlód és lovagod vagyok, hanem a dajkád, akinek egyedüli feladata, hogy vigyázzon rád. Ebből is láthatod, hogy mennyire rendes nő vagyok. Te tudod legjobban, hogy milyen szolidán élek. Inkább száz látható udvarlód lenne, mint az az egy láthatatlan. Már sokszor törtem a fejemet, hogyan kerültél közénk. Nagyon kérlek, ne beszéljünk erről. Néha az a gyanúm hogy a múlt elől menekülsz. Valami titkod van. Miért nem vagy őszinte hozzám, akiben megbízhatsz, aki mindenkinél jobban szeret? Mond, Teresz, hiszed azt, hogy a szerelem olyan, mint a tisztító tűz, hogy a legnagyobb bűnös lelke is kifehérülhet izzásában. Nekem is van egy titkom, Teresz. Nagyot védkeztem valaki ellen, akit nem is ismertem. De mióta téged ismerlek, úgy érzem, hogy te meg tudnál váltani. Mindenki bűnös, Luigi. Sokszor tépelődöm magam is és nem tudom eldönteni, hogy bűn vagy erénye az, amit elkövettem. Hudini szeme felragyogott. Az én esetem is ez. Egyszer nagy szolgálatot tettem valakinek. Egy embernek, akihez egyébként semmi közöm sem volt, de megfizetett érte. Nagy pénzhez jutottam, de valakit meg kellett rabolnom ezért. Egy másik ismeretlent. Látod, neked mindent meggyónok. Életem legnagyobb titkát is. Mikor megkaptam a díjamat, egyszerre megváltozott az életem. Gondolan úr lettem, aki félváról beszélhet az igazgatókkal. De mégsem vagyok boldog. Néha kétség fog el, lelki ismeret furdalásomban. Talán az idegeim sem olyan jók már, mint régen. Kezdek érzelmes lenni. Miért is izgatom magam? Végre is mi történt? valakinek elvettem a pénzét, de ugyanekkor egy másikat boldoggá tettem ezzel a pénzzel. Azt mondta, hogy az egyébként is őt illette. Talán igazat mondott és a jót szolgáltam. Lehet, hogy csak ugyanaz elrabolt pénzét juttattam vissza neki. Irigylendő szerencse. Boldog ember. Hudini szeme felragyogott. Azt hiszed, helyesen cselekedtem. A legjobban. Úgy látszik, Luigi, későn kerültünk össze. Bár az én életemben nyúlhattál volna, és az én elrabolt vagyonomat szerezted volna vissza. Téged is kifosztott valaki? Pénzed volt? Kérdezte a legnagyobb érdeklődéssel Hudini. Erről még sohasem beszéltél. Az ember nem szívesen beszél olyan dolgokról, melyek túlságosan fájdalmasak. És nincs reményed, hogy valaha is visszakapi valamit. Nem. Aki tönkretett, az ördögnél is ügyesebb gazember. A tulajdon unoka fivérem, aki valami pokoli és soha fel nem deríthető módon kezébe kaparintotta nagybátyánk egész vagyonát, amelynek pedig én lettem volna az örököse. Hudini halásápat lett. De hát, hogyan volt ez lehetséges? Mondom, örök titok maradt csak annyi bizonyos, hogy nagybátyám végrendelete váratlanul éppen őt, a kitagadott, méltatlan frátert tette meg általános örökösévé. Hudini homlokán berejték cseppek gyöngyöztek. Mikor történt ez? Kérdezte remegő hangon. Most körülbelül egy éve. És hol történt? Budapesten. Terez elképedve nézett Hudinire. Igen. De honnan tudod? Houdini nem tudott válaszolni. Óriási felindulás vett rajta erőt. Egész testében remegve, elfehéredett ajakkal ült. Terez rémülten és értelmetlenül bámult rá. Az ügyelő lépett az öltözőbe. Mr. Houdini, tessék öltözködni. Houdini nehezen hörgött. Nem tudok, rosszul vagyok. Orvost! Óriási pánik támadt a színfalak mögött pillanatok alatt híre ment, hogy Hudini váratlanul rosszul lett. A színház orvosa rohamba érkezett. Ideg sok. Állapította meg. Lehetetlen fellépnie. Teresz felé vasvilla röpködtek. Mr. Scott, az igazgató, szobájába kérette. Kisasszony, mondotta ridegen, azonnali hatállyal elbocsájtom torkig vagyok ezekkel a hisztériás jelenetekkel, amelyeket Hudini úr ön miatt rendez. Bocsánat, Mr. Scott. Felesleges mentegetőznie, kisasszony. Engem nem érdekelhetnek az önök magánügyei. Viszont annál erélyesebben kell megvédenem érdekeimet színigazgatói minőségemben. A ma esti botrány rengeteg kárt jelent. Kézmozdulattal jelezte, hogy a tárgyalást befejezte. Terez lesújtva támolygott ki a folyosóra. Ez a csapás túlságosan váratlanul érte. Még a Hudinivel folytatott beszélgetés rémületéből és meglepetéséből sem ocsúdott fel, már újabb szerencsétlenség szakadt rá. Mi történt? Micsoda borzalmas titkok káoszába zuhant. Az öltöztetője lihegve, elfulladva szaladt eléje. Hudini úr már halára keresi a kisasszonyt. Tessék azonnal hozzá menni. Terez arca görcsösen megrándult. Nem megyek. Mondja meg a művész úrnak, hogy engem most elbocsájtottak miatta. Nincs értelme, hogy még találkozzunk. Keserűen, sírástól folytogatva ment lefelé a lépcsőn. A portás fülkéje mellett egy ijesztően eltorzult arcú ember ugrott eléje. Hudini volt. A szerencsétlen emberre alig lehetett ráismerni. Gyere, kiáltotta, azonnal vonatra ülünk, elutazunk. Teresz hevesen a fejét. Nem. A mi utaink szétváltak. A mi barátságunkból csak szerencsétlenség születik. Nem akarlak a romlásba vinni, és én sem akarok a maihoz hasonló, szörnyű jeleneteket megélni. Mégsem mehetsz el. Az életedről van szó. Terez megdöbbenve nézett a magából kikelt emberre. Mit jelent ez? kérdezte megütközve, fenyegetsz. Nem! Könyörgöm, csak néhány percig maradj még. Nincs értelme, Luigi. Minek nyújtani ezeket a kínos perceket? De hiszen azt sem tudod, hogy mi lesz veled. Nincs állásod, a pénzed alig néhány napra elég. Legalább pénzt fogadj el tőlem! Terez méltóság teljesen nézett végig, hudinin. Senkitől sem fogadok el olyan pénzt, melyre nincsen jogcímem. És ha azt mondom, hogy van jogcímed, hogy még sokkal többet követelhetnél tőlem, mint amennyit felajánlok, mint amennyi az egész vagyonom? Félre beszélsz! Ne hagyj így el! Hiszen látod, hogy belepusztulok ha elhatsz, soha jóvá nem tehető szerencsétlenség származhatik belőle. Nézd, nem beszélhetek. A torkomat folytogatják a szavak. Várj még egy kicsit, ameddig megnyugszom, amíg el tudom mondani a szörnyű titkot. Terez hisztériásan sikoltott fel. Meddig akarsz még gyötörni? Mi értelme van ennek? Zsarolni akarsz? Fenyegetsz? részvétet koldulsz. Az Istenre kérlek, irgalmaz Március. Miért nem akarod megérteni, hogy én soha senki mást nem fogok szeretni, mint a vőlegényemet? Dr. Sándorfi Pétert, ugye, Kaposi Lilian? A fiatal lány megtántorodott. Ez teli találat volt. Az ajka némán mozgott. Tágra nyílt szemerémültem meret Hudinire. Villámszerűen világosodott meg előtte egyszerre a dolog, hudini kezében van az érthetetlen titok megfejtése. A meglepetés okozta bénulás csak egy pillanatig tartott. Akkor az izgalom viharos indulatában ugrott hudinihez, megragadta a karját és magánkívül kiáltotta: Beszé! hetedik fejezet. Takács professzor, a klinikai laboratórium vezetője már több mint egy óra óta vizsgált különböző preparátumokat, és gondosan tanulmányozott bizonyos jegyzeteket, amelyek a megfigyelésekből készültek. A professzortól néhány lépésnyi távolságban dr. Sándorfi állt fehér köpenyében. A fiatal orvos feltűnő változáson ment keresztül. Erősen lefogyott, minden pillanatban idegesen nyúlt cigarettája után, a szeme révetegen bámult a levegőbe, mintha nem is venné észre a professzor jelenlétét. Bocsánat, kolléga úr, szólt rá Takács, nem kaphatnám meg a régebbi megfigyeléseiről szóló táblákat. Parancsoljon! GPS mozdulattal kinyitotta a kis amerikai szekrény fiókját, és egy vaskos köteget nyújtott át. Csak a fél év előttiekre van szükségem. Újabb negyed órák múltak ólomlassúsággal. A professzor egészen belemerült a tabellák tanulmányozásába. Azután hirtelen mozdulattal, amely szinte ingerültnek látszott, egyszerre eltolta maga elől az egész irathalmazta preparátumokkal együtt. Sándorfi felrezzent. Valami baj van? kérdezte ilyetten. Takács nem válaszolt azonnal. Idegesen járt fel és alá. Sándorfi elsápadt aggodalma a rémületig fokozódott. Mi történt, kérem? Ismételte meg a kérdését. A professzor megállt. Kedves kollégám, mondotta is a hangja szinte ridegen csengett, önnek sürgősen pihennie kell néhány hétig. Már régóta figyelem, milyen rossz idegállapotban van. Önnek, mint orvosnak tudnia kell, hogy ilyen körülmények között értékes tudományos munkát végezni nem lehet. Sajnos, kénytelen vagyok a szemébe mondani, hogy a régebbi eredményekhez viszonyítva, mostani munkássága nem csak hogy haladást nem jelent, hanem ellenkezőleg bizonyos fokú visszaesést vagyok kénytelen megállapítani. Sándorfi doktor úgy érezte, hogy valósággal megsemmisül a kegyetlen ítélet hallatára. Az asztal szélébe kapaszkodott, minden erejére szüksége volt, hogy össze ne roskadjon. Takács professzor hozzálépett és vállára tette kezét. Nono, kedves barátom, a hangja most már atyaian kedves volt, nem azért mondtam ezt, hogy elkeserítsem. Senki nálam jobban nem tudja, hogy ön milyen komoly érték, de éppen ezért kétszeresen kell magára vigyáznia. Professzor úr tört ki a keserűség Sándorfiból, ha tudnál. Takács szavába vágott. Mindent tudok. Ismerem a boldogtalan szerelmét, amely ennyire megzavarta egyensúlyát. De végre is öntudós, akinek a munkájához kell menekülnie. Sándorfi keserűen intett tagadást. Néha úgy érzem, hogy nekem nincs már, mit keresnem ezen a helyen túlbecsültem az erőmet, amikor azt hittem, hogy tovább tudok dolgozni. Ha néhány hétig pihen, ismét visszatér a régi energiája. Nem, tanár úr. Elveszett ember vagyok. Az a boldogtalan lány, aki meg akart menteni azzal, hogy nyomtalanul eltűnt, éppen ezzel tett szerencsét lenni. Nincsen szörnyűbb állapot, mint mikor tehetetlenek vagyunk. Ha csak sejteném, hogy merre jár. Legalább húsz hazai és külföldi labban tettem közé felhívást, amelyben kérem, hogy térjen vissza hozzám. És semmi válasz. Takács professzor zavartan mosolygott. Kissé furcsa, hogy ezen a helyen szerelemről beszélünk mi ketten. De, mint orvos köteles vagyok minden emberi indulatkitörést megérteni és megbocsátani, még ha annyira helyén nem valók is, mint a magáé. Bátorság, Sándorfi kolléga. Fel a fejjel! Kezét nyújtotta és kisietett a laboratóriumból. Sándorfi mozdulatlanul a helyén maradt. Ez a kis jelenet rettentő örvényeket tárt fel előtte. Maga is tudta, hogy Takács professzornak teljesen igaza van. Kutató munkája hónapok óta semmit sem haladt. És nem is ez a legnagyobb baj. Sokkal veszedelmesebb az a teljes csüggedés, amely lassanként elharapódott rajta. És nem volt ereje felrázódni. Tudta, hogy hiába megy pihenni. Pihenni csak az tud, akit nem marcangolnak olyan szörnyű gondok, mint őt. Feldúlt lelkiállapotban egyedül a munkában kereshetett menekülést. De most már ez sem érdekli. A szerelem és munka harcában a szíve kerekedett felül és most úgy ült a helyén, mint egy halára ítélt. Tisztában volt azzal, hogy elveszett. Fáradtan állt fel. Kádár doktor kisasszony és az altiszt csodálkozva nézték, hogy egymás után eloltogatja a lombikok alatt égő kis borszeszes lámpákat, letakarja a mikroszkópot, a jegyzeteket, tabellákat beledobálja az íróasztal fiókjába. Holnap nem jövök be és holnap után sem mondotta reketten. Szabadságra megyek, nem tudom, hogy mikor térek vissza. A doktor kisasszony ilyetten nézett össze az altisztel. Mi történhetett az előbb Takács professzor és Sándorfi doktor között? Ne folytassam távollétében a megfigyeléseket, kolléga úr. Kérdezte a doktor kisasszony. Nem, köszönöm, majd ha visszajövök. Isten bele, jó napot, Kovács, szinte görnyetten, mint egy aggastyán ment ki a laboratóriumból. Az altiszt és a doktor kisasszony rémülten néztek utána. Kovács, a derék, kiszolgált őrmester megvakarta a fejét. Nagy baj van. Estére felnézek majd a doktor úrhoz. Isten őriz, még valami bolondot követ el. Kovács nem is tudta, hogy mennyire közel jár az igazsághoz. Sándorfi egy ideig lélektelenül bolyongott az utcán. Még nem lobbant ki minden energiája, és szinte kétségbe esettem próbálta vigasztalni magát. Egy reménysugarat keresett. Hiszen Lilian él, előbb-utóbb mégis csak jelentkezni fog. Csak türelem. Lilian éppen ennyire szereti őt és. Itt azonban egyszerre elvesztette önuralmát. Nem igaz, Lilian nem szereti ennyire, különben nem volna szíve ennyi ideig távol maradni. Néha jön egy zárt levél, és abból egyetlen szó esik ki szeretlek. Így üzen neki. De nem lehet rá válaszolni. Mindig más városból ír és úgy látszik, mindig az utolsó napon, mikor már tovább készül. Menekül a válasz elől. De miből volt pénze utazni? Mit csinálhat? és Sándorfiban egyre kínzóbban vert gyökeret a gyanú, nem egyedül utazik, valaki más is van a társaságában, aki fizeti a költségeit. Ez a rém üldözte már hetek óta. Hiába próbálta elhessegetni magától. Nem volt más magyarázat. Eleinte még csak igyekezett áltatni magát, hogy Lilian munkát talált, talán kísérője egy betegnek vagy titkárnő de túlságosan gyanús helyekről jöttek a levelek. Berlin, Párizs, Amsterdam, London logikus kapcsolata a híres, nagy nemzetközi mulatóhelyeknek. Lassan hazafelé ment. Pedig tudta, hogy neki most nem jó egyedül maradnia. Álmatlansága ellen már régebben nagy mennyiségű veronát gyűjtött. És most olyan végletekig hajszolt. Nagyon sokáig kellene aludnia. Majd a szokásosnál nagyobb adaggal kísérletezik. És ahogyan felfelé ment a lépcsőkön, fanyarul mosolygott, amint elcsépelt újságfrázisok jutottak eszébe, végzetes tévedésből nagyobb mennyiségű veronált szedett be. Még nem sikerült magához téríteni. Öngyilkosság kivan zárva, rendezett viszonyok között élő, szolid tudós volt. Sándor nyitott ajtót, a régi inasa. A derékfiúnak ragyogott az arca az örömtől. Mégis átadták a telefonomat a doktor úrnak. Kovácsal beszéltem, azt mondta, hogy a nagyságos úr már elment. Miért telefonált? Látogatója van a nagyságos úrnak. Kicsoda? Valaki elsikoltotta magát a halban, és Sándor finyakába borult. Két puhakar ölelte át a fejét, hogy nem is láthatta, kirohamozta meg de azért mégis azonnal mindent tudott. Csak ölelte, csókolta az életbe való visszatérés nagy felújongásával. Ezek a pillanatok a kábulat csodás és önző gyönyöreit pergették rájuk. Számukra meghalt a világ és megfeledkeztek arról a sápat emberről, aki megvonagló szájjal állt a hal egyik sarkában és onnan nézte kirobbanó mindent elsöprő szerelmi viharzásukat. Lilian tért először magához. Szerelmem, egy nagyon jó barátomat kell bemutatnom. Neki köszönhetjük ezt a viszontlátást. Luigi Houdini úr. Sándorfi az életre visszazökkenve, még a régi kínzó képektől ilyetten és megzavarodva nézett Houdinire. Ez hát a rejtélyes ember, akinek megérezte létezését, Lilian titokzatos kísérője. Lilian észrevette a meghökkent pillantást, és megértette a ki nem mondott kérdést. Szorítsd meg, kérlek, a kezét, súgta gyorsan, megérdemli. Nyolcadik fejezet A kaposi palota villanyfényben úszott. Ebben a barokk stílusban épült patinás palotában egy idő óta csak éjszaka kezdődött az élet. Nappal mély álomba dermet minden, a lebocsátott függönyök mögött lomhán terült el a mesterséges éjszaka. Csak déltájban támadt némi mozgás, amikor a cselédség szellőztetett, lelki felületességgel törölgette a bútorokat, miközben egyre jobban fogyatkoztak azok az értékes, apró dísztárgyak, melyeket nagyobb erőködés nélkül lehetett elemelni. Kaposi Zoltán, a ház gazdája ilyenkor még tompa bódulatban aludt. Csak délután hat felé ébredt. Akkor megfürdött, nagy gonddal kiválasztotta a hangulatához és az időjáráshoz illő valamelyik ruháját, és a Tea elfogyasztása után autójába ült és felvitette magát a svábhegyre, ahol egy-két órát sétált, mert amint mondotta, az embernek vigyáznia kell az egészségére. Este nyolcra visszajött a városba, benézett valamelyik színházba, és többnyire a második felvonás után elhajtatott az elegáns dunaparti szállóba, ahol megvacsorázott. Csak ezután ment hazapalotájába, ahol a munka kezdődött. Kaposi Zoltánnak ekkor már komoly foglalkozása volt. A város éjszakai társadalmában már szájról szájra adott nyílt titok volt, hogy kaposi palotájában éjjel 11-től kezdve reggelig rulett, és kártyajáték folyik. Ez a titkos játék barlang lassanként olyan híres lett, hogy a Budapestre látogató nagypénzű idegenek már mint a város egyik nevezetességét vették tudomásul és esténként halomban hevert a font, dollár, lira és márka az asztalon. A rendőrség egyelőre tehetetlen volt. Kaposi ügyelt arra, hogy estéi megőrizzék a vendéglátás kőszínét, és csak meghívóval lehetett a palotába belépni. De nem csak szerencsejáték szórakoztatta a vendégeket. Amikor két óra felé megnyíltak a büfé szárnyas ajtói, a pesti mulatók legszebb hölgyei ültek már a bárpultok mellett, akik tudták, hogy sehol nem fogy annyi pesgő, és sehol nem gurul olyan könnyen a pénz, mint a kaposi palotában. Kaposi százezreket kereshetett volna, ha ő maga is nem lett volna a játék elvakult rabja de a pinka óriási jövedelmesen sem fedezhette azokat a személyes veszteségeket és azokat a tébolyult összegeket, amelyeket kaposi nőkre és tivornyáira költött. Kaposi ezzel nem törődött. Lihegve, szédülve vetette magát az aranyzuhatakba, aki nem elégíthető mohóság tébolyával habzsolta a pénzt és aranypárbajt, melyet néha a késő reggeli órákig vívott meg volt győződve, hogy előbb-utóbb valami káprázatos összeget fog nyerni. Néha csak ugyan szédítő összeget vágott zsebre. Két ízben vonult vissza közel száz ezer pengős nyereséggel. De nem tudott szünetet tartani. Ellenkezőleg még szilajabban vetette magát a játékra. Most kell a szerencsét kihasználni, mikor az ajtón kopogtat. Kiáltotta lázasan de azután megfordult a kocka. Az utóbbi időben állandó veszteségben volt. Kaposit ingerelte a veszteség. Szinte személyes sértésnek vette. Csak azért is meg akarta mutatni, hogy őt nem lehet legyűrni, és mindenáron kicsikarja a sorstól a végső győzelmet. Olyan esztelenül rakta fel a pénzt, annyira elvakult logikátlansággal, hogy természetesen ismét egyik ezrest vesztette a másik után. Nem baj, uram, migasztalta Levinsky, egy dús gazdag lengyel gróf, akinek pekje van a kártyában, szerencséje van a szerelemben. Éppen osztani akart, amikor az inas hozzálépett és halkan a fülébe mondott valamit. Kaposi megrezzent. Letette a kártyát. Bocsánat, mondotta, egy percre magukra kell önöket hagynom. A lengyel gróf figyelmét nem kerülte el a házigazda zavara. Valami baj van. Kérdezte nyugtalanul. Á, semmi. Talán éppen a szerencse érkezett, amelyre az imént tett célzást. Hölgy látogatóm jött. Ugye mondtam? Nevetett a gróf. De a hangulat észrevehetőleg fagyos lett. A tömegnek mindig finom ösztöne van. Észrevették, hogy valami nincsen rendben. Kaposi ideges, hirtelen visszavonulása gyanús volt. Talán a rendőrség? Kaposi azonnal észrevette a hangulatváltozást. Gyors lélek jelenléttel mentette meg a helyzetet. Hölgyeim és uraim, talán méltóztassanak addig felfrissíteni magukat. A büfében minden rendelkezésükre áll. Ez hatott. Hiszen józan észszel nem is volt képzelhető, hogy abban az esetben, ha csak ugyan komoly kellemetlenség fenyegetné a jelenlévőket, a házigazda ilyen szívesen marasztalná őket. Megnyugodva és élénk csevegés közepette mentek a büfé felé. A hölgy a földszinti kínai szalomban bár. Mondotta az inasa házurának. Arca gőgös mosolyba merevült, mikor kinyitotta a szalon ajtaját. Mi történt, szép kuzinom, hogyan jutott eszedbe több mint egy esztendő után, hogy felkeres és hozzá még ilyen szokatlan, éjszakai időben. Ma érkeztem. Délután telefonon érdeklődtem és azt mondották, hogy csak ilyen időben vagy található. És minden áron látni akartál. Hát ez igazán kedves. Parancsolj! Rendelkezésedre állok. Lilian mosolygott nem vagy túlságosan kedves. Csupa gúny, ez nem nagyon bizonyít a szerelmed mellett. Miféle szerelemről beszélsz? Mikor legutoljára találkoztunk, szerelmet vallottál? A közjegyző jelenlétében kérted meg a kezemet. Lehet, de látod, az embernek akkor kell megragadni a szerencséjét, amikor felkínálkozik. Nem mindig jó dolog a spekuláció. Azóta sok minden történt. Többek között elhangzottak a súlyos sértések is, amelyeket még nem tudtam elfelejteni. Nem, Lilian, szerelemről közöttünk már szó sem lehet. És ha talán ezért jöttél? Nem, Zoltán! Én ma éppen úgy megvetlek, mint akkor? Kaposi felállt. Ha azért jöttél, hogy botrányt csinálj, úgy már végeztünk is kérlek, hagyd el a házamat. Ha úgy érzed, hogy bármilyen igényed van velem szemben, fordulj a bírósághoz. Sajnos nem tartozol azok közé, akikkel nyugodtan és jó akarattal lehet tárgyalni. Bevallom, mikor lehívattál, arra gondoltam, hogy talán nyomorban vagy és megvolt bennem a hajlandóság, hogy egy két ezer pengővel kisegítselek. De ezek után erről sem lehet szó. Mi ketten végeztünk egymással? Remélem, most már csak ugyan nem fogunk többé találkozni. Én is remélem. És most neved rossz néven, de vendégeim vannak. Nem várakoztathatom őket. Ez annyit jelent, hogy ki vagyok dobva. Talán hagyjuk az érzékenykedést. Nem én szeretem a pontos és határozott kifejezéseket. Maradjunk a kidobásnál. Én is erről akartam veled beszélni. Hogy érted ezt? Hogy felszólítalak, azonnal szedd a sátorfádat és takarod innen, nyomorult végrendelet hamisító gazember. Kaposi arca hamuszürke lett. Mit beszélsz? Vigyázz, rendőrkézre juttatlak. Felelni fogsz ezekért az aljas rágalmakért. Már felelek is. Le az állarccal, Kaposi Zoltán. Véget ért az aljas komédia, amely majdnem két ember életébe került. Ide néz! Feltépte az előszobába nyíló ajtót, melynek küszöbén kaposi egy arcot pillantott meg. Egy arcot, melytől megdermed benne a vér és szinte szélütötten tántorgott vissza. A játszmát elvesztette. Hudini mögött Sándorfi doktor állt két detektív társaságában. Az egyik előlépett, a törvény nevében letartóztatom. Kaposi vadul rikácsolva ugrott fel. Rendben van, de akkor bilincseljék meg ezt az áruló gazembert is. Ő a tulajdonképpeni bűnös, aki Kaposi Egont hipnotizálta. Dühöngve csapkodta öklével az asztalt, vadul átkozódott. A detektívek alig tudták megfékezni. De Hudini közben eltűnt. Érthetetlen, az ajtón nem távozhatott, mert annak küszöbén még mindig ott állt Sándorfi doktor érthetetlen volt, hová rejtőzhetett. Megszökött. Üvöltötte vadul kaposi. Az egyik detektívnek úgy rém lett, mintha megmozdult volna az ablakot takaró sötét sejem függöny. Odaugrott és félrerántotta. A függöny mögött hörögve, elkékült ajakkal, szörnyű görcsökben hevert hudini. Mellette nyitott aranyszelence, abban sárgáspor. Sándorfi hozzáugrott, de csak egy pillantást vetett rá. Menthetetlen. Mormogta. Lilian könnyes szemmel megrendülve állt. Egy pillanat alatt végigpergett szeme előtt a boldogtalan ember megrendítő tragédiája. A bűnös, akit tragikus hőssé emelt bűnhödése. Az áldozatába lett szerelmes, és mikor fölfedezte a szörnyű titkot, összeomlása előtt utolsó erőfeszítéssel még jóvá tette vétkét, és azután búcsút vett az élettől, melynek számára nem volt többé sem érteke, sem szépsége. Kaposi utolsó reménye az volt, hogy Hudini öngyilkossága folytán elveszett a vád egyetlen koronatanúja. De öröme korai volt. Kiderült, hogy Hudini a délután folyamán fent járt Térei közjegyzőnél, akinek mindent jegyzőkönyvbe diktált. Térei közjegyző telefonon elhívatta kézai ügyvédet, és Hudini mindkettőjük jelenlétében elmondotta a végrendelet különös titkát. De nem csak Hudini vallomása volt döntő bizonyíték, hanem az elhalt kaposi Egon gazda asszonyának és Inasának nyilatkozata is, akik megnézték a halott Hudinit, akiben határozottan felismerték az állítólagos Mayer Gusztávot. Súlyosan esett a vád mérlegébe, hogy kaposi letartóztatása alkalmával a két detektív előtt beismerte bűnösségét és vallomását csak később vonta vissza a vizsgálóbíró előtt. A főtárgyaláson végre megtört a makacs bűnös, belátta, hogy tagadása semmi sem ér. Már csak nyomorával védekezett, és enyhítő körülményként kérte mérlegelni, hogy hajlandó lett volna Lilian feleségül venni. Az ítélet négy évi fegyházra szólt. Néhány héttel később egészen csendben Lilian és Sándor Fizoltán megtartották esküvőjüket három boldog, zavartalan hónapig tartott nászútjuk, és mikor félesztendővel később Takács professzor felkereste a fiatal tudóst, aki akkor már saját laboratóriumában dolgozott, elragadtatva szorította meg kezét. Bravo, kolléga úr, ön a legszebb úton halad, hogy ékessége legyen az új tudós generációnak. Sándorfi meghatva ölelte magához feleségét. Nem csoda, professzor úr, mikor az embernek ilyen múzsája van, mint ez a csodálatos asszony. Vége!